Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte a középiskolásokat. A tavalyi sikeres jogi kurzust idén is meghirdette a Győri Egyetem. Idén is sokan jelentkeztek erre a programra. Azért folytattuk, mert úgy gondoljuk, hogy erre valós igény van, és nagyon sok hasznot fog jelenteni a középiskolások számára, és sok hasznot fog hajtani egyetemünk számára is. Az elsődleges cél az természetesen, hogy az egyetemmel megismertessük a középiskolásokat. A jogi karon folyó képzéssel alapvetően ebben a programban, és a felkészítő jellege az a felvételire is szól majd, hogy akkor minél többen jelentkezzenek intézményünkbe. A másik célja ennek a programnak, ami a tavalyi évben is nagyon szépen kijött és nagyon sok értéket termelt, az az, hogy az igazságügyi, rendészeti és más szervezetekkel, a jogi kar partnereivel olyan együttműködésbe tud ez megvalósulni, amiben ezek az intézmények be tudnak mutatkozni a középiskolások számára. A meggyőződésünk, hogy ez nekik is jó. Ezekkel az ismeretekkel a diákok jogtudatosabbá válhatnak. Ezt a vármegyei rendőrfőkapitányság is megerősítette, amely szívesen vállalta a partnerséget. Nagyon örül a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy együtt tud működni az egyetemmel ebben a programsorozatban. Én mondhatnám, hogy ez már lassan évekre nyúlik vissza, ez a fajta kezdeményezés, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felnövő generáció minél inkább jogtudatosan éljen a nagyvilágban, legyen tisztában azzal, ha mi az, amivel bűncselekményt követel, mi az, amivel áldozattá válhat, és nyilván ennek a gondolatnak a mentén tartjuk fontosnak azt, hogy olyan programokat ajánljunk a középiskolai diákoknak, illetve remélhetőleg leendő jogászhallgatóknak, akik a jövőben fiatal felnőttként biztosan hely tudnak állni ebben a felgyorsult világban. Az első alkalommal az előadók és szakértők a gyermekvédelemmel és a digitális kor kihívásaival foglalkoztak. Pontosan azért, mert nagyon sok megtévesztő SMS érkezik ugye a telefonokra, nagyon sokan vásárolnak online, azzal kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben adunk használható információkat. Ugye most már a diákok is bankolnak, a pénzügyi tudatosság is nagyon fontos, illetve a banki tudatosság, az adatvédelem, a kibertérben elkövetett bármilyen bűncselekmény, illetve hogy azzal is legyenek tisztában, hogyha feltesznek egy fotót, azt hogyan osztják meg, kinek a fotóját osztják meg, mi az, amit elmondanak másoknak, ez mind nagyon-nagyon fontos a jövőjükre nézve. A középiskolások 8 alkalommal ismerkedhetnek meg a hétköznapjainkat is érintő jogi témákkal. Az idei évben 52 diák jelentkezett az előadás sorozatra.